a felvett elektromos jelekből a hozzáértő szakember meg tudja mondani, hogy a látó idegnek, vagy a látó pályarendszernek van-e hibája. Épp a látó idegeket vizsgálják a Szekszádi Kórház neurológiai osztályán. Ez az a vizsgálat, ami segít a szakorvosoknak megállapítani a páciensről, szklerózis multiplexben szenved-e. Ezek tulajdonképpen funkcionális vizsgálatok, a látó és a hallópályarendszer működését tudjuk megvizsgálni, mert sokszor nagyon csekély klinikai tünetekkel, esetleg csak szubjektív panaszok mellett ezek pozitív eredményt adnak, és ez támogatja magát a betegséget, nem egyértelmű diagnózist, támogat. És ami nyilván a betegek körében a legkevésbé szeretett, és hát nyilván tartanak tőle, sajnos van olyan eset, amikor az MR vizsgálatok sem tudnak egyértelmű diagnózishoz vezetni, olyankor szükség van arra, hogy gerinc folyadékot vegyünk, és a gerinc csapolás során az ágyéki szakaszra bocsátunk le néhány milliliternyi folyadékot, amelyet elküldünk laboratóriumi vizsgálatra. Itt helyben erre nincs lehetőség, hiszen itt speciális fehérjék kimutatására van szükség, ami fehérjék az adott betegségben kórosan megszaporodnak, és abból is van egy speciális immunglobulin fehérje, ami bizonyíték, vagy bizonyító erejű erre a betegségre. A központi idegrendszer gyulladásos, autoimmun megbetegedése jellemzően 20 és 40 éves kor között, és igen szerteágazó tünetekkel jár együtt. Érintheti a látópályát, a látóideget, ezen belül, de nyilván bármelyik oldali szem ideget. A központi idegrendszer bármely részét, tehát lehetnek esetlegesen érzészavarral, bénulással járó tünetek, és sajnos a gerincvelőt is, ami szintén bénulásos jelekkel, illetőleg az esetleges székletvizelet irányítási zavarával is társulhat. Jelenleg nem lehet gyógyítani a betegséget, mivel azt sem tudják, mi váltja ki azt. Sajnos az egyértelmű okát nem tudjuk. Egy autoimmun kór folyamatot feltételeznek a tudósok, ami sajnos mindítja el, nem tudjuk. A lényege az, hogy különleges fehérjéket termel a saját immunrendszer, a szervezet, az egyébként egészséges sejtjeink ellen, és ezáltal azok gyulladásba kerülnek, elhalnak, és ezáltal alakulnak ki a definitív neurológiai jelek a sejt elhalása következtében. Csak gyulladáscsökkentő vagy betegségmódosító terápiák érhetőek el, amivel lehet javítani a betegek közérzetén, illetve ezekkel elérhető, hogy ne rosszabbodjon tovább az állapotuk. És ez egy ideg sejt elhalással járó betegség, és ugye jelenleg sehol a világon olyan terápia, ami ezen sejtek, elhalt sejtek működését helyre tudná állítani, nincsen. Azoknak a sejteknek a megmentésére törekszünk, amelyek a gyulladás által érintettek ugyan, de még nem véglegesen károsodtak. Tehát ezekkel a kezelésekkel ezt lehet elérni. A betegség módosító kezelésekkel pedig azt szeretnénk, hogy az esetleges visszaesések vagy a visszaesések súlyossága az minél kisebb, csekélyebb legyen. Világszerte nagyjából 2,5 millióra. Magyarországon 8000 körülire tehető a szklerózis multiplexes betegek száma. Tolna megyében közel 200 ilyen betegségben szenvedő pacienst lát el a kórház. Számukra a legkorszerűbb gyógyszeres terápiákhoz való hozzáférést az úgynevezett SM-centrumok biztosítják, ami 1995 óta a Tolna megyei Balassa János kórházban is működik.